Több mint 20 tonna búza gyűlt össze délvidéken a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Az anyaországi kezdeményezéshez idén már több száz itteni gazda csatlakozott. A nyugatbácskai körzet falu gazdászának kezdeményezésére idén a térség több településére is kiterjesztették a búzagyűjtést. Az itt élő gazdák több mint 2 tonnányi búzával járultak hozzá a programhoz. Az idei évben a Magyarok Kenyere program keretein belül először indítottam egy ilyen akciót, ami a teljes területet lefette. Ez idáig mindig csak kullán gyűjtöttünk búzát. Az idei évben már Nemes Militi, Csonopja és Bács Gyula falva is csatlakozott a megmozduláshoz, és elég szép számban vették a felkérést a gazdák. Hozzávetőlegesen olyan, hát mondjuk úgy, 40-50 gazda csatlakozott a felkéréshez, az adománygyűjtéshez. Óbecse községben is egyre több gazda csatlakozik a programhoz, ők is több mint 2 tonna búzával támogatták a megmozdulást. Nem is hiába hívják ezt 15 millió búzaszemnek, mivel hogy ez is egy valamilyen szinten ilyen összetartozás, hogy most mindenki csak egy zsák búzát ad, viszont ha összeadjuk az egész Kárpát-medencébe, akkor több 100 tonna búza össze tud így jönni, és ebben mekkora jót tudunk tenni, és valójában tőlünk csak egy zsák búza ment ki a gazdaságból. A délvidék különböző területeiről érkezett zsákokból egy dézsába is került búza. Ezt az anyaországban a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepén adták át. Ennek azért az is a lényege, hogy egy Kárpát-medencei, vagyis jobban mondom, még szélesebb körbe egy összmagyarságnak az összefogását jelképezi, az pedig minden évben ezen a Kárpát-medencei búza összeöntésen és az ott kisütött Kárpát-medencei kenyérbe testesül meg. A délvidéki búza összeöntésre minden évben Zentán kerül sor, ahol az anyaországi program vezetője is részt vett. Egyrészt egy figyelemfelhívás, hogy mekkora munka van egy-egy búzaszem, egy-egy kiló liszt előállításában, másrészt pedig üzenet annak a társadalmi rétegnek is, aki kapja ezeket a felajánlásokat, hogy igenis ők is fontos részei a társadalomnak, és számíthatnak ránk. A tavalyi évtől több olyan gazda is csatlakozott a programhoz, akik búza hiányában pénzbeli adománnyal járultak hozzá a gyűjtéshez. Sokan jelezték, hogy hát őnék nincs buzájuk, de szívesen részt vennének az adományba, és akkor az adományozásba, akkor indítottuk el azt, hogy hát az 50 kg buza ellenértékét is szívesen átveszünk, és így került sor arra, hogy pénzadományokat is elfogadtunk. Az idei évben pénzadományoknak a mértéke is már fölszaporodott, hiszen közel 50 olyan személy van, aki pénzadománnyal járult hozzá. A begyűjtött búzát, valamint a pénzadományokat minden évben az adorjáni Borsos Malomban cserélik lisztre. A Malomban néhány éve a Prosperitáti Alapítvány támogatása révén több fejlesztést is megvalósítottak, ennek köszönhetően új munkahelyek létesültek. Szerintem ez egy nagyon nemes cél és nagy-nagy öröm számomra, számunkra. Ez, hogy ekkora megtiszteltetésben van részünk, de mi is igyekszünk úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy semmilyen kereset, semmilyen haszon nélkül, sőt, még a munkadíjra se számolunk fel semmit, és így ez alapján adjuk vissza ugye a lisztet. A Malom tulajdonosát önzetlen munkájáért 2023-ban Szolnokon a Magyarok Kenyere ünnepén elismerésben részesítették.